Az őszi napokon megrohamozzák a poloskák a bejárati ajtókat, ablakokat, helyet keresve maguknak a térre. A már kifejlett egyedek egyre gyakrabban bukkannak fel a lakások környékén és más védettebb helyeken. Ilyenkor, mikor kicsit megjön a hidegebb, tehát az éjszakai hőfok az lemegy 10 fok alá, akkor ők elindulnak befelé, és ők nagyon szeretnek emberek közelében élni. Ugye, megpróbálnak egy hibernát állapotot elérni valamilyen zugban. Most ez sokszor nem jön össze, a lakás melege az viszont feléleszti őket, és ilyenkor van az, hogy a karácsonyfán is megjelennek majd decemberben. Védekezni a rovarok ellen úgy tudunk, hogyha ezeket a járatokat lezárjuk. Bár kellemetlen szagot árasztanak, és rendkívül zavaróak, az emberekre és az állatokra nem veszélyesek, hiszen kizárólag növényi nedvekkel táplálkoznak. Annál inkább okoznak nagy károkat a mezőgazdaságban. Azt kell tudni, hogy ez a poloska bejutatja a rothadást előidéző nyálát a gyümölcsökbe, és ebből ő ezt a rothadó levet fogja kiszívni, tehát nyilván ez fogyasztással később jelen alkalmatlan lesz. A legnagyobb kártételt azt az almásokban, baraszkosokban teszi, illetve kiskertekben nagyon bosszant, amikor a paradicsomot is megkezdik, ez most elég aktuális, én úgy érzem. Hazánkban elsősorban a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványpoloska egyedei elterjedtek. A szakember hozzátette, tévhit, hogy a rovarok ellen nem létezik irtószer, mezőgazdasági valóban nincs, azonban az egészségügyi kártevő irtásban már használnak a lakások védelmére alkalmas készítményt.